98-ban úsztam át először egy, a Balaton, akkor egy friss könnyű műtétel volt, és azt mondta az orvos, hogy úgy tudom a legjobban rehabilitálni magam, hogyha minél többet úszok. Aztán akkor meghallotta, hogy hát én átúsztam a Balatont, akkor azt mondta, hogy te nem vagy normális. De hát egy ilyen egy sportoló. Egyébként pont azt meséltem, hogy legutóbb, vagy nem is tudom, 7 vagy 3 Balaton átúszással ezelőtt, pénteken beszélek egy barátommal, azt mondja, hogy ő nem van zamát, akkor mondom meg, hogy többé, de és miért kell volna, hogy valacsira átúszom meg. Nem jössz velem? Ó, de hogy nem is, hogy ez egy kitűnő ötlet, persze, hogy jövök vele. Nyilván én nem tudtam azt, hogy ez a srác egyébként, hogy úszó-e vagy sem, de hát, hogyha így vállalkozik rá, akkor nyilvánvalóan vízbiztonsága az megvan. Na, azt kell mondanom, hogy 4,5 óra volt körülbelül, mire átúztuk a Balatont közösen. Ebből kb. Két kilométert húztam a hátamon. Tehát én sem vagyok egy különösebben jó úszó, mert én csak egész kérek a vízben, de egy marha jó ötletnek tartom azt, hogy az embereket egy ilyen összefogó vállalkozás, egy ilyen szellem összetartja, amikor 10 000 ember ott van, és tényleg egy cél érdekében dolgok a szívük, és mindenki aztán ilyen elégedetten száll ki a túlsó partra, hogy ő ezt megúszta, és ez egy fantasztikus élmény, én mindenkinek nagyon javaslom, és nagyon ajánlom, de csak azoknak, akik felkészültek rá. Szóval azt tessenek elképzelni, 4,5 óra volt körülbelül, de úgyhogy az utolsó kilométerén én már ott hagytam, azt mondta, hogy kezdje magaddal, amit akarsz, meg már figyelj ide, hát mondom, halálciki, rajtam ez a zékügyű, hát én, hogy kiérek, mindenki rajtam fog röhögni, hogy egyébként egy olyan sportoló, mint én, aki mit tudom, a 30 évet lehúzott az élsportban, 4,5 óra teljesíti a Balaton átúszást, és valóban így volt. Az utolsó kilométeren aztán azt mondtam neki, tudod mit, hullaj bele, úgyhogy elhúztam tőle. Még egy órát vártam rá, 5,5 óra alatt teljesítette a távot. Én már szépen megettem a pörköltem javát, kiszellőztettem magam, már minden bajom volt, mondom, most már tényleg belefulladt, lehet, hogy vissza kell menni a vízbe. De egyébként úgy kezdődött ez az áthúzás tészta, hogy én amikor beugrottam a vízbe, elkezdtem szépen, hogy én kis tempomat húztam, egyszer csak hallom valami csobogást, azt hittem, hogy valami halki ugrott a vízből, közben hátra nézek, ez a szerencsétlen össze-vissza kapálózik. Na mondom, te mit csinálsz? Hát úszok. Ez neked úszás. Már ne harag, hogy én nem tudok úszni, de ez. Na és így volt, hogy az első, mit tudom, másik 2 kilométer után, mikor nagyon vontatottan mentünk, akkor mondta, hogy Badá, megölcsültem! Hát akkor oda rohantam nézélesen. Hozzáhoztam, na gyerek, kapaszkodj velém, egy kicsit húzlak. És akkor tényleg húztam is, de hát azt, arra nem volt szó, hogy vagy másfél kilométeren keresztül húzom, úgyhogy tényleg nem akarom sokáig szaporítani a szót. Mindenki egyen mielőtt elkezdi úszni a Balatont, valami szénhidrátot vigyen be feltétlenül, mert én jártam úgy, hogy nem ettem semmit, és meg kellett állnom, egy hajóra fölkapaszkodtam, de a szőlőcukor nem volt elég, és megálltam egy vetni kenyeret hátul, és megkérdeztem, hogy megehetem-e, és azt mondták, hogy persze, természetesen, az a kenyér életem legjobb kenyere volt, soha el nem felejtem. Úgyhogy körülbelül ennyit az én beszámolomról, és köszönöm, hogy meghallgattak. Mindenkinek nagyon ajánlom a Balaton átúszást, ha nincs felkészülve, akkor ne menjen, mert ez azért nagyon hosszú tud lenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!